Nézzük most meg egy nagyon egyszerű, 15x15-ös méretű Black and White Pick-a-Pix megoldását. Nézzük, talán itt ennél a legegyszerűbb, ugyanis 11 meg 3 az 14, meg közte az egy üres, ez pontosan 15. Hát akkor ezt itt egyértelműen ki tudjuk tölteni, ezt az oszlopot. Bejárunk tehát 11 feketét, alatta pedig egyet kihagyunk, ez nem lehet az, és pontosan 3 marad. Nézzük ezt az oszlopot, ezt az első oszlopot, ebben 11 darab feketének kell következnie, tehát az biztos, hogy a középső hetet beszínezhetjük. És akkor alulról is marad 4, illetve felülről is marad 4. Nem tudjuk, hogy a 4 üres az hova fog kerülni, illetve hogy fog az eloszlani itt ezek között, a mezők között. Az viszont itt látszik ebből a sorból, hogy a 11 az itt kezdődik. Hát akkor maradéktalanul beszínezhetjük a 11 darab feketét. Meg is lett ezzel, és akkor a többi mezőhöz mind üres lesz itt már. Ebből a második oszlopban viszont meg lett az egy darab teli négyzetünk, tehát az összes többi ez mind üres van. Így aztán ide már nem fér be ebbe a sorba a három mező, ez tehát itt üres marad, viszont akkor meg lesz a 11, az csak fölfele jöhet már ugyanis. Alatta pedig mind üres marad. Ezt nem igazán tudjuk még, hogy ez a négyzet a kettes mezőhöz fog felül tartozni, vagy pedig valamelyik egyes mezőhöz, hiszen ide még alá kifér a két darab egyesünk, ha esetleg ez a ketteshez tartozna. Az viszont biztos, ez itt csak egyes mező lehet, alatta is, fölötte is üresen marad. Illetve most veszem észre, hogy ebben a sorban megvan a két darab egyes fekete mezőn, tehát az összes többi az mind üres marad. Kettővel fölötte ugyanaz a helyzet, megvan a két darab egyes mezőnk, és akkor az összes többi az mind üres marad. Van-e még ilyen sorunk? Igen, ez a sor is az, a ötödik sor. Megvan a két darab fekete mezőnk, tehát az összes többi az mind üres marad. Itt ugyan nem tudjuk, hogy a köztes mezők hogy fognak kinézni, az azonban biztos, mivel ebben a sorban csak egyes fekete mezők vannak,
ezért mellette ez a két mező, ez mellett az egyes mellett üresen fog maradni. Itt nem tudjuk, hogy mi a helyzet, hiszen ez tartozhat még a hármashoz is, illetve az egyeshez is. Fölötte egyel viszont megint csak az a helyzet, ami az előbb, hogy ez csak egy egyes mező lehet, tehát mellette az biztos, hogy üres lesz. Itt megint csak nem tudjuk megmondani, hogy ez az egyeshez tartozik, vagy a hármashoz tartozik. Az oszlopban, ebben az oszlopban viszont az teljesen nyilvánvaló, mivel csak egyes fekete mezők szerepelhetnek, ez alatt itt biztos, hogy üresen marad. Mint ahogyan itt is ez is csak egyes fekete mező lehet, azt viszont nem tudjuk, hogy a hiányzó egy az hova fog még kerülni. Ez a mező tartozhat elvileg a hármashoz, illetve az egyeshez is, mert a hármas itt lefele még kifér. Nézzük, hogy tartozhat-e a hármashoz. Ha a hármashoz tartozna, akkor föléje kéne még tennünk három darab egyes mezőt, ide tehetünk egyet, ide tehetünk egyet, és akkor már négyesnek nem maradna, sőt, mi a fölötte levő egyesnek sem maradna hely, viszont fölülről nézve négyes mezőnk van, azt viszont már csak ide tehetjük egyedül. És alatta van még, ide tehetünk egy egyes mezőt, ide tehetünk egy egyes mezőt, és akkor még egy egyes mező hiányzik, az pedig már csak ez lehet, tehát akkor itt lesz nekünk a hármas mezőnk, és ami még biztos, hogy a két hiányzó egyes mező közül ez lesz az egyik. Ebből kifolyólag viszont következik, hogy mivel ebben a sorban csak egyes mezők vannak, ezért ezek már nem lehetnek feketék. Az is biztos, hogy ez a mező itt, ez már csak a hármashoz tartozhat, tehát akkor még hogyha jobbra indítom is el ettől a hármat, ez már csak az egyes mezőhez tartozhat, ami viszont ebből következik, hogy sem ez nem lehet már fekete itt. És mivel az egyes mező, ezért ez sem lehet már fekete. A hármas helyezkedhet el úgy, hogy innen indul a három, vagy pedig innen indul a három és halad erre, amiből következik, hogy ez sem lehet fekete, meg ez sem lehet már fekete. Alatta levő sorban, mivel csak egyesek vannak, ezért mellette, mert az egy darab fekete mező mellett mind a kettő fehér marad. Gyorsan bejelöljük itt. A következő viszintes sorban ez biztos, hogy már csak egyes mező lehet itt. Hiszen még hiányzik egy hármas mező az egyesen kívül, de a hármas mező még, hogyha elindítjuk el, akkor is maximum idáig érhet el. Hát ez valóban csak az egyes mező lehet. Így aztán a többi mező, ami jobbra esik tőle, az mind fehér marad, illetve balra is egy mező fehér marad. Ezen kívül a három az jöhet erre is, viszont akkor maximum idáig érhet el, tehát akkor ez is fehér marad, meg ez is fehér. Ide persze nem fér be a két mezőnk, két fekete mező, ide se fér be a két fekete mező, ezért az van fölül, ugye? Az, hogy hol lesz a kettes, azt még nem igazán tudjuk ebből megalapítani. Viszont ebben az oszlopban a négyes mező, a négy fekete,
az már ugyanúgy, mint az előbb, csak felülről lehet, ez teljesen nyilvánvaló, mert már csak ott van annyi hely. 2, 3, 4. És akkor itt ebben a sorban csak egyesek szerepelhetnek, tehát ez itt mellette biztos, hogy fehér marad. Nézzük, hány darab egyesünk van már meg. 1, 2, 3, 4. És 4 darabnak kell lennie, tehát az összes többi az mind fehér lesz ebben a sorban. Itt a harmadik sorban viszont, mivel már megvan a két szélsőnk, két egyesünk, itt és itt, hármasunk már csak itt helyezkedhet el, egész pontosan így fog elhelyezkedni ez a hármas, az összes többi az mind fehér marad. Ez a sor is készen lett. Ebben a sorban is csak egyesek szerepelhetnek, tehát akkor ez itt már csak fehér marad, ez is fehér marad, ez is fehér marad, és mivel megvan mind a négy, a 1, 2, 3 és itt a negyedik, ezért az összes többi mező az mind fehér lesz. Viszont itt is kijött, hogy a hármas már csak így lehet itt. Hát akkor az összes többi mező az mind fehér lesz. Akkor megvan a két felső egyesünk, alatt lesz egy kettes. Hát az már csak itt lehet. Itt és itt. Alatta, kettes alatt van még három darab egyesünk, egy már megvan, tehát ez fehér marad, ez fekete lesz, ez fehér marad. És ez is fekete itt. A legalsó sorban, mivel kijött ez a két fekete, a harmadik vagy itt lesz, tehát hogyha itt is lesz, ez biztos, hogy ez is, ez a mező, ez már fehér marad. Igen, hát itt is van egy egyes mezőnk, tehát ebben csak egyes fekete mezők vannak, ezért a mellette levő elemek azok fehérek maradnak, ez biztos. Most nézzük itt ezt a sort. Itt van, azt mondja, hogy 3, 5, 1. Legszélsőségesebb esetben ide befér 1, 2, 3, ide nem jelent be a 3, tehát biztos, hogy fehér marad itt. Ez is fehér marad itt. És akkor a harmadik az vagy itt lesz. Ez viszont itt biztos, hogy az 5-öshöz fog tartozni. És legrosszabb esetben ugye ez fekete, ez kimarad, hát akkor is, ez biztos, hogy fekete lesz itt. Még be kell húznunk tőle jobbra még kettőt, mert hiszen lehet, hogy ez az ötödik, és akkor a hármasnak ez a harmadikja, vagy ha a hármasnak ez a harmadikja, akkor pedig ez üres marad, és ez lesz itt a fekete.
Viszont most már ebben az oszlopban, hátulról a negyedik oszlopban kijött az egy darab fekete mezőn, tehát az összes többi az mind fehér lesz. Itt is fehér lesz. Itt ebben a sorban a három az már csak ide nem fér be, ide sem fér be visszintesen, ide sem fér be, és akkor a három az már csak ide fér be, ez pont három mező, tehát mind fekete lesz akkor. És akkor ebben az oszlopban, hátulról a harmadik oszlopban megvan a két fekete elemünk, tehát az összes többi az mind fehér marad. Ebben az oszlopban megvan az egy darab feketénk, tehát az összes többi elem az mind fehér lesz. Ebben az oszlopban egy darab kettes feketénk van, tehát ez már csak úgy lehet, hogy ez lesz itt a fekete, és akkor az összes többi ebben az oszlopban mind fehér lesz. Jöjjünk le az alsó sorra most. Itt az első hármas az már csak így színezhető be, akkor viszont itt fehér kell, hogy legyen, és akkor a második hármas az már csak itt. Tehát ebből következik, hogy a hármasunk ebben az oszlopban már csak fölfele ettől a mezőtől haladhat, meg is van a háromunk. Fölötte még lesz két darab egyesünk, amiből az egyik megvan, a másikat viszont nem tudjuk még megmondani egyértelműen, hogy hova lehet rakni. Meglett a hármas elemünk, tehát ez itt biztos, hogy fehér marad. Ebben az oszlopban van egy egyesünk. Jobbról ez nyilvánvalóan ez lesz az egyesünk. És akkor a hármasunk már csak így lehet. És akkor ez az egyes is meg lett itt, tehát ez itt. Már nem lehet az. Az biztos, hogy ebben a sorban, jó számolom a hatodik sorban fölülről, ez itt egyes mezők, egyes fekete kell, hogy legyen, tehát mellette az biztos, hogy mind fehér lesz. És ez is biztos, hogy fehér. Egyes fekete kell, hogy legyen, tehát fehér lesz, meg ez is fehér lesz. Ezzel ez az oszlop is kész lett. Itt a kettes feketét ebben az oszlopban, azt már egyedül csak ide tehetjük be. Ide és ide, mert ide fér be. Alatta van két darab egyesünk, illetve nem van egy hármasunk, az már csak itt lehet a három. A két darab egyes közül az egyik az már csak a hiányzó az már kerülhet. Ebben a sorban van 2, 4, 6 darab fekete egyesünk. 1, 2, 3, 4, eddig megvan 4, és a két darabot már csak így, egyedül így tehetjük ide. Így aztán ez fehér. Ebben az oszlopban, a harmadik oszlopban megvan a két darab egyesünk, a kettesünk pedig már csak ide tehető. Úgy kijött a második egyesünk, és ez tehát fehér marad. Itt ez csak a ketteshez tartozhat, fekete lesz. Utána persze nyilván fehér marad. Utána megvan az egyesünk, tehát ez fehér lesz akkor utána. Utána is egyes következik, tehát
egyenlőjén lesz, és akkor ezzel ez a sor is készen lett. Fölötte két szélső egyesünk megvan, és akkor ez vagy a egyeshez, vagy a ketteshez fog tartozni. Viszont a ötödik oszlopot, hogyha nézzük, akkor megvan a négy darab feketénk, alul megvan a három, körül megvan a két darab egyes, tehát ez csak fehér lehet akkor. Így aztán ez a kettes fekete már csak így. Készen is vagyunk. A megoldás ennek a Black and White Pick-a-Pix-nek így néz ki.